zenebarátok, kedves zene iránt érdeklődő szülők! A Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola nevében keresem Önöket. Azzal a szándékkal szólok Önökhöz, hogy az Egressy Béni Zeneiskolába látogassanak el, és hozzák el gyermekeiket zeneiskolámba. A zeneiskolánk minden évben lehetőséget biztosít a Szent Imre Általános Iskolában, a Bozsik Általános Iskolában, a Feszti Általános Iskolában, Koppány Monostoron és a Petőfi Általános Iskolában is arra, hogy a gyermekek zenét tanuljanak. Előképző első és előképző második osztályos évfolyamon tudjuk őket foglalkoztatni. Ez a lehetőség minden évben adott, és minden évben ellátogattunk az óvodákba, hogy felmérjük gyermekeik ritmus és zenei képességeit. Sajnos ezt idén a koronavírus miatt nem tudtuk megtenni. Nagyon sajnálom, hogy nincs arra mód, hogy személyesen találkozzunk, és kialakítsunk egy olyan kontaktust, amivel esetleg meg tudjuk szeretetni gyermekeikkel a zenét. Én abban bízom, hogy ennek ellenére idén is sokan eljönnek, és beiratják gyermekeiket intézményünkbe. Általános tudnivaló, hogy zeneiskolánkban térítési díjat kell fizetni. 4600 forint volt idén a térítési díj, de ez egy picit változhat. Intézményünk fenntartója, a Tatabányai Tankerületi Központ ad erre lehetőséget, illetve van joga ahhoz, hogy ezt az összeget módosítsa, de ez általában most már évről évre körülbelül ugyanennyi. Én bízom benne, hogy a kedves zene barát családoknak ez nem fog gondot okozni, és megoldják, hogy gyermekeik a térítési díj ellenében is tudjanak zenét tanulni. Milyen lehetőségek vannak a zenetanulásra az iskolában? Mindenféle hangszercsalád, itt billentyűs, vonós, részfúvós, ütős tanszakon is lehet tanulni. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy későbbiekben, hogyha magas szinten tudnak már a gyermekek hangszeren játszani, akkor zenekarokban is folytathassák a tanulmányaikat. Éppen ezért azt szeretném kérni, hogy nézzenek bele a kis videóba, amin egy összeállítást láthatnak előző évek hangszer bemutatóiból, amit szintén idén nem tudtunk megvalósítani. Hangszerbemutatókon való megmutatkozása eddig is nagy sikert aratott. Azt remélem, hogy a későbbiekben fogunk találni olyan lehetőséget, olyan személyes találkozást, hogy ezt bepótolhassuk idén is. Óvodákban minden évben kilátogattunk, most ez elmarad, de szeretném, hogyha ezt a videót és ezt a hangszerbemutatót gyermekeik is láthatnák, és esetleg kedvet kapnának ezáltal is a zenetanuláshoz. Ebben bízva szeretném Önöknek elmondani, hogy zeneiskolánk honlapján www.egressyzeneiskola.hu címen találhatóak az információk intézményünkről, mind a térítési díjakról, kedvezményekről, illetve az iskolánk rendszeréről, az órarendről és bármi olyan információról, ami esetleg érdekelheti Önöket.
az általános iskolákban zajló előképzős oktatás az mindig az általános iskolai órarendhez igazodik. Nagyon bízom benne, hogy szeptembertől a régi rend szerint fogunk tudni tanítani, és az 5 helyszínen, az 5 általános iskolában a zeneiskola is be tud illeszkedni az órarendbe. Ez általában 6.-7. órában zajlik. Ezzel tehát nem zavarva a délelőtti kötelező órákat. Tisztelt szülők, a koronavírus járvány miatt idén online formában tudjuk a jelentkezéseket fogadni. Kérem Önöket, hogy kattintsanak a jelentkezési lapra intézményünk honlapján. Szülők, abban reménykedem, hogy a koronavírus miatt most nem tudunk találkozni ugyan, de a korábbi szereplések, a gyermekek korábbi versenyeztetése, városi eseményeken való szereplés biztosíték lesz arra, hogy Önök beírassák gyermeküket zeneiskolába. Nagyon boldog lennék, hogyha a 2020-2021-es tanévet is elegendő létszámmal és sok zenekedvelő gyermekkel tudnánk indítani.